Nagyon köszönöm, és hát köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Egy picit futtában adtuk a címet ennek. Lehetett volna az a címe, inkább ez kellett volna, hogy a címe legyen, hogy kapcsolatunk a járványokkal. És akkor így a történelem során áttekintjük. Ugyanis mostanában, ugye, ahogy átéltük a covid egyre többen szembesülnek vele, és talán a média is egy picit túlreagálja most már minden egyes járványokkal kapcsolatos írt. vagy mégsem, majd megnézzük az adatokat, de az emberekben most már kialakult ez a fajta görcs, hogy úristen járványok, akkor most, most, mi fog történni, és most tényleg vajon a járványok korát éljük-e, vagy egyáltalán hogy értelmezzük ezt a szót, hogy járványok kora? Emiatt nem is sajnálom, hogy bennem marad. De nézzük a járványok korának megértéséhez, hogy milyen volt a kapcsolatunk a járványokkal. Amióta írott és nem írott történelem létezik, vannak nyomok, vagy akár írásos emlékek, vagy bármilyen tárgyi emlékek arról, hogy bizony a járványok mindig is pusztítottak minket. Ez nekem egy ilyen szinte már mániákus hobbim, hogy ássam ezeket a történeteket, és megpróbáljam megérteni, hogy a ezer évvel ezelőtti, vagy a 2000 évvel ezelőtti emberek hogyan élték meg ezeket a járványokat, és megdöbbentő hasonlóságok vannak. Most ennek a tudományos oldalát hozom el némi történetekkel megfűszerezve. Az első mondhatni, hogy nem azt mondom, hogy jól dokumentált, mert semmiképp sem hasonlítható egy mai interneten átszőtt és hiperkommunikatív világhoz az, hogy egy Ó, görög világban miként dokumentáltak egy járványt, de biztosan tudjuk, hogy Aténban egy óriási járvány dúlt akkoriban, amikor Aténban a háború elől nagyon sok ember menekült be hirtelen. Ugye nem nehéz elképzelni, hogy egy városállamba betódul egy csomó ember, aki menekül a háború elől és próbál biztonságot keresni, az a fertőző betegségeknek egy, egy melegágya lesz, um, mi ezt tudományosan úgy szoktuk hívni, hogy ez is egy denzitás függő folyamat, hogy ha valamiből sok van egy helyen, ráadásul az ugyanolyan, most az emberekről beszélek, akkor az a fertőző betegségeknek egy szuper táptalaj. És hát itt Aténban valószínűleg ez történt, az most nagyon változó, hogy hány ember életet követelhetett nagyon sokat, és megdöbbentő azokat a leírásokat olvasni, hogy az emberek hogyan vesztették el hitüket az akkor fennálló rendben, hogyan fordultak mindenféle istenekhez, és hogyan próbáltak a misztikumban és a, a hiedelmekben megoldást keresni. Ez az emberi természet része, és már itt látjuk ennél a nagyon régi járványos leíratnál, illetve dolognál, és hát egyértelműen meg tudjuk nevezni azt a folyamatot, hogy hát túlnépesedés, most attól függetlenül, hogy ez nem a szaporulat miatt lett túlnépesedés, hanem a háború a menekülés miatt, csak egy túlnépesedés történt azon a területen. A második ilyen történelmünket meghatározó nagyon sok volt egyébként, amit kiemeltem járvány, ez ugye a Rómát legalábbis megrodjantó, nem biztos, hogy emiatt omlott össze a római birodalom, épp most olvasok egy kiváló könyvet erről, hogy milyen egyéb gazdasági környezeti és milyen folyamatok játszhattak még szerepet, nem egyértelmű az összefüggés, de biztos, hogy óriási katasztrófát okozott az, hogy az akkori római birodalom lakosságának a 10%-a pusztult el egy manapság nem meghatározható kórokozón miatt, valószínűsítik, hogy ez a fekete himlő lehetett, de a korabeli leírások nem pontosan fedik a fekete himlő tüneteit, úgyhogy egyelőre azt tudjuk mondani, hogy nem tudjuk, mi történt, mi fertőzött a római birodalomban, de biztos, hogy fertőzött. És ha visszatekintünk, hogy a római birodalom csúcskorában hogyan is nézett ki a világ, akkor ugyan nem mai értelemben véve, de egy majdhogy nem globalizált birodalomról beszélünk, nyilvánvalóan nem a teljes globust fogta körbe ez a birodalom, de azért összekapcsolt kontinenseket és nagyon távoli földrészeket, kereskedett Kínával, stb. Afrikán keresztül, Észak-Afrikán keresztül, Afrika több régiójával, úgyhogy egy egészen kiterjedt birodalomról van szó, és valószínűsíthető, hogy ezt a járványt is valahogyan Nyugat-Ázsiából, vagy attól még távolabbról sikerült behurcolni, és végül ez a járvány végig söpört a birodalmon. Ez már csak egy külön érdekesség, hogy a nagy-britanniai területekről kerültek elő olyan védő medálok, amiken már akkor nagyon sokat kerestek emberek, és árulták, hogy ez majd megvéd a fertőzés ellen, a teljes birodalom területéről, és annak legtávolabbi szegleteiből is. Úgyhogy megint arra tudok utalni, hogy az emberi természet az valahogy sosem fog megváltozni, és manapság is ugye hasonló dolgokat látunk. És hát itt van a bárkit is megkérdezünk szerintem, az 10-ből 9 ember biztos, hogy a, 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 a pestist, a fekete halált azt, azt tudja említeni, mint egy emberiség történelmét végig kísérő fertőző betegséget. Ez csak amiatt érdekes, mert egy nagyon jó példa arra, hogy a különféle klimatikus hatások miként tudnak megbillenteni egy egyensúlyt, és elindítani egy, egy járványos esemény sorozatot. Minden valószínűség szerint, illetve egy mostanában legszélesebb körben elfogadott hipotézis szerint a kínai felföldön történt klimatikus változások az ottani rákcsáló populációt érinthették, és ez a kórokozó, ez a Yersinia pestis, ez egy baktérium, ez a rákcsálókhoz, azoknak ektoparazitáihoz, bolháihoz köthető. Valószínűleg ez volt az, ami megindította azt, hogy ez a kórokozó hangsúlyosabban jelen volt ezekben a rákcsálókban. Ekkoriban a kereskedelmi útvonalat a Sajem út mentén az már létezett, és azt is tudjuk, hogy a Azokon a bizonyos karavánállomásokon, ahol pihentek ezek a kereskedő karavánok, a szépen ilyen lépőkövekként közeledett Európa felé, és hát ugye ismertek azok a történetek, amikor a tatárok is már um, pestises tetemeket dobáltak a várfalon át, stb. Ez több szálon is jöhetett, de biztos, hogy körülbelül így a tatárjárás kezdeténél, vagy legalábbis akkor indulhatott el Európa szerte, és hát végig kísérte a, középkort teljes mértékben. Ami a, talán hozzám közelebb álló, mert hogy vírusról van szó, az a fekete himlő által okozott elképesztő pusztítás történelmünk során egész birodalmakat döntött romba, egész pontos leírásunk van arra, hogy az, a, a spanyol invázióval arányosan a behurcolt fekete himlő az ottani őslakosságot, az amerikai őslakosságot mennyire súlyosan érintette, még csak hasonlóval se találkoztak, tehát az immunrendszerük, valószínűleg a genetikai hátterük is olyan volt, hogy hát rendkívül fogékonyak voltak erre, és igen, nagy arányban pusztultak bele a betegségbe. Ez pontosan elég volt ahhoz, hogy az ő birodalmuk akkor térre rodjon, és egy egész maroknyi spanyol eh, katona is nagyon hatékonyan tudjon harcolni ellenük. Érdekesség ennek a kórokozónak, hogy abszolút endémikusnak tekinthető, és a különlegessége, hogy csak az embert képes fertőzni. Azért beszélek jelen időben, mert ez a kórokozó jelen pillanatban is két laboratóriumban még megőrzés alatt van, Amerikában és, az Orosz, Oroszországban, a, Vektor laboratóriumban. Az érdekessége a fekete himlőnek, és talán mutatja, hogy mennyire súlyos az ő szerepe a mi hogy minden becslés szerint több ember pusztult bele feketeimlő fertőzésbe a történelem során, mint ahányan elpusztultak a háborúinkba. Ugye ez egy nagyon uh, hátrányos tulajdonságunk, hogy nagyon szeretünk háborúzni, szerintem körülbelül csimpánz korunk óta egymást verjük bunkos botokkal, és erről most sem tudunk leszokni, de az a tény, hogy a feketeimlő több ember halálát okozta, mint az összes háborunk, amiről tudunk a történelemben, ez önmagában mutatja, hogy ez valami rendkívül súlyos dolog volt. És hogy rá is kanyarodjunk a lényegére ennek a előadásnak, és rákanyarodjunk arra, amit szeretném, hogy mindenki magával vigyen, hogy azért a tudomány az ott volt, és az embernek a kreativitása mindig ott volt a történelem során. Az most mindegy, hogy egy középkori pestis doktort nézünk, vagy egy akár egy kuruzslót, aki mai szemmel nézve kuruzslónak hívható, de valamiféle védőmedált árult, mégiscsak arra törekedett, hogy az akkor még ismeretlen és teljes mértékben feltáratlan dolog ellen küzdjön, és valahogy a tudományos áttörés, ami már tényleg a tudománynak, annak a tudománynak a hajnalát hoztál, aminek képviselőjéken most én is itt állhatok, az a vakcináknak a feltalálása volt, és ugye Edward Jenner története hozta el azt a nagy áttörést, hogy végre azoktól a történelmi betegségektől, amik meghatározták, és sajnálatos módon általunk nem kívánt irányba sodarták történelmünket, meg tudtunk szabadulni. És hát az első ilyen betegség éppenséggel a fekete himlő volt, mint a toplistás első helyen szereplő fertőző betegség. Ez már csak egy különlegesség, hogy akkoriban hogy ment a kísérletezés. Itt tudom, hogy vannak kollégák, és meg is fognak döbbenni, hogy azért ez az etikai engedékkérés, stb. hiányában akkor még nem volt probléma, hogy Edward Jenner és egyébként mások is, csak Edward Jenner publikált először, megfigyelték, hogy a, a fejő, a fejést, a tehenek fejését végző emberek olykor-olykor elkapnak egy nagyon hasonló, legalábbis a bőrön nagyon hasonló tüneteket mutató fertőzést, ez a tehénhimlő. Ez egy rokon kórokozója a fekete himlőnek, viszont nem halálos. Ahhoz képest viszonylag enyhe tünetekkel átvészelhető. Úgyhogy Edward Jenner azt találta a kísérletébe bevonni, hogy fogta ezt a tehénhimlős kiütés kaparékot, és ezzel immunizált, beoltott egy gyermeket, akit utána szándékosan megfertőzött fekete himlővel. Majd ez a gyermek túlélte a fertőzést, és ezzel bizonyította azt az elméletét, hogy bizony az a megfigyelés, ami ezeket a fejű embereket, fejű lányokat stb. megvédte a valós fekete himlőtől, mert mellette azt is megfigyelte, hogy ők egyébként a nagy járványhullámok során nem érintettek, az bizony igazolást nyert, és az első vakcina elkészült. Nyilvánvalóan már nem ebből áll a fekete himlő vakcina, de megint csak az emberi természetre egy nagyon érdekes dolog, ami manapság is abszolút megjelenik, és én, én, az, én az összes mindenféle ilyen összeesküvést, meg ötletet, meg mindenbe belástam magam, hogy próbáljam megérteni az embereknek a gondolkodásmódját, és akkor rátaláltam erre a karikatúrára, ami az akkori első vakcina elkészültekkor az újságok hasábjai megjelent, a vakcinákkal egyidős a vakcinellenes mozgalmaknak a megjelenése. Itt éppen azt mutatják, hogy tehén alkatrészek nőnek ki emberekből, és mielőtt nevetnénk, a COVID-járvány alatt az astrazeneca a vakcinája, ugye a a csimpánz adenovírust használta ilyen, mi úgy hívjuk, hogy backbone de mondjuk úgy, hogy alapként, és valós álhírként terjedt az, hogy kiszőrösödünk, és csimpánz tulajdonságaink lesznek ettől a vakcinától, úgyhogy az emberi természet megint csak nem tudott sokat változni az elmúlt 150-200 évben, de azelőtt, hogy ezen mosolyognánk, én azt mondanám, hogy inkább ezeket el kell fogadni, és a tájékoztatás talaján és a modern eszközök kihasználásával a tudás felé terelni ezeket az embereket a félelmek helyett, itt abszolút a félelmek jelennek meg. És hát érdemes megnézni, ha már itt egyfajta ilyen tudományos védőbeszédet mondok, hogy a tudomány mennyi mindent hozott, nagyon sok mindent, ezért ülhetünk ebben a szobában elektromos áram mellett, jöhetünk fel autókkal, és vehetünk be bármilyen fejfájásilapító gyógyszer, stb., hogyha szükségünk van rá. De nézzük meg, hogy milyen volt száz éve a világ, milyen esélyeink voltak száz évvel ezelőtt. Ez egy nagyon érdekes dolog, az elmúlt hetekben találtam rá baloldali uh, grafikorra, elmondom, mit kell rajta nézni. A lényege az, hogy a manapság megkérdezek bárkit ebbe a terembe, hogy vajon mennyi esélye van elhújni egy 80 éves embernek és egy egyéves gyermeknek, akkor valószínűleg azt fogjuk mondani, hogy egy 80 éves embernek jóval nagyobb esélye van. Ez nem volt mindig így. Ez egyáltalán nem volt mindig így, ez a kettő teljes mértékben együtt járt. Ugyanannyi esélye volt egy egyéves gyermeknek elhújni, mint egy 80 éves öreg embernek. Ez egy elképesztő dolog, ebben most belegondolni, és láthatjuk itt, hogy a gyermekhalandóság is úgy nézett ki, hogy 30-40 százalék között mozgott attól függően melyik országot nézzük, öt éves kor alatt. Ez egy elképesztő szám, és manapság elképzelhetetlen, és mondok egy még megdöbbentőbb számot, ez 1950-es évektől változott meg. Az nem is volt olyan nagyon rég. És az 1950-es években kezdték bevezetni a gyermekkori vakcinációt. A, ugye a toplistás korokozóként említettem a fekete himlőt, a toplistán azért szerepelt még jó néhány a fekete himlő után, és szép sorba Attól függően, melyik évet nézzük, ez egy külön előadást megérne, milyen technológiák mentén, de elkészültek az immunizációra alkalmas készítmények, és elkészültek azok az eljárások, amikkel ezeket szépen le lehetett győzni, és ki lehetett törölni. Az már modern korunk érdekessége, és emlékezzünk csak a karikatúrára Jenner idejéből, hogy ezeknek az elutasítása is ezzel arányosan megjelent, és egy nagyon érdekes trend, ami ez már talán egy társadalomkutató kellene, hogy vajon miért van ez, hogy azokban az országokban és azoknak az embereknek körében, akik tanultabbak, ott magasabb a vakcinák elutasítottsága. Franciaországban bizonyos területeken a 40 ot is eréli azon szülőknek az aránya, akik nem kérik a gyermekkori vakcinációt a gyermekük számára, mert veszélyesnek gondolják, és direkt kiemeltem a gondolszót. És hát nagyon sokat hallottam, lehet, hogy itt az itt ülők közül én hallottam a legtöbbet azt, hogy hagyjuk már békén ezt a járványtémát, mert nagyapáink idejében is voltak járványok, és most már mindenkinek a hócipője tele van ezzel a témával. Nekünk is tele volt. Nézzük nagyapáink idejét, hogy nézett ki. A nagyapáink ideje így nézett ki. A felső térképet ajánlom mindenkinek a, a figyelmébe. Körülbelül 1839-1840, nem emlékszem pontosan volt az első, amikor gőzhajóval átjutottunk az Atlanti óceánon. 7-12, maximum 20 embert vittek ekkor át. Ezek 1860-ra volt már ott, hogy pár százasával tudták vinni az embereket. Uh, 1939 az első transatlanti repülés. Az nagyon nem volt rég. És most ott tartunk, hogy 2024, és a, behálózottság, ahova tudunk repülni alatt, ez egy 2020-as térkép ráadásul, még javában tart a Covid, nem is látjuk a térképet. Ez egy óriási növekedés, amit soha, soha, soha nem látott az emberi történelem és a bolygónk sem. És ha megnézzük emellett azokat a számokat, hogy a kereskedelem, az áruknak a forgalma hogy nő, a városi populáció hogy nő, ugye itt a légi utazás hogy nő, akkor el tudjuk képzelni, és most a bal sarok tetejére hívom fel a figyelmet, hogy a régi történelmi járványokhoz képest, amik ki tudtak égni, mi ezt kiégésnek hívjuk, egy-egy földrészen vagy egy-egy birodalom területén, mert egyszerűen nem tudtunk eljutni minden kontinensre, pláne nem 24 óra alatt, ahhoz képest a mai világ már nagyon nem ilyen. Itt már nincs megállás, nincs gátja annak, hogy valami, nyilván függ a kórokozó tulajdonságaitól is, milyen messzire tud jutni, akár meddig el tud jutni, ha megfelelő tulajdonságai vannak. Rajtunk nem múlik, inkább a kórokozón. És hát ezért szoktuk mondani kutatóként, hogy hát a pandémia egy jelzés volt, és nem arra szóló jelzés, hogy rettegjünk, féljünk és zárkozzunk be, hanem arra, hogy a világnak új kihívásokkal kell szembenézni. De azért, és kicsit lelőböm a végső mondani valamat, ugyanúgy, ahogy régen is szembe tudtunk nézni ezekkel a kihívásokkal, a tudománynak bőségesen vannak eszközei arra, hogy hogyan nézzünk szembe ezekkel az újfajta, vagy inkább úgy mondom, hogy új méretet öltött kihívásokkal. Egyszerűen összefoglalva, a mostani kihívásnak az alapját az adja, hogy túl nagyra nőttünk és túl messzire jutottunk. És hát ennek köszönhető, hogy a manapság a kapcsolatunk a járványokkal, az így néz ki lehet arról vitatkozni, hogy mennyire tolja túl a média, vagy mennyire sem, az biztos, hogy egyre több járvány van. Már csak azért is tudom első kézben mondani, mert ezzel foglalkozom, és azzal az oldallal kellek, ami ezeket így jegyzi, ahova orvosok, kórházak, szakemberek küldhetnek be híreket. Itt tényleg egyre jobban sokasodnak a hírek, úgyhogy van munka, talán jobban is figyelünk rá, talán nem, de az biztos, hogy a világunk óriási, és most már nehezen értelmezhető bármi is helyi problémaként. Én szakemberként nehezen húzom már meg a vállam, ha azt hallom, hogy Ruandában, nem is tudom milyen járvány van, Marburg járvány, vagy Közép-Afrikában a majomhimlő éppen sokkal több országot ér el, mint eddig. Ilyenkor félfülel azért figyelünk, és hát készülünk rá. És hát a 8 milliárd az nagyon sok. Ez 8 milliárd nagy testű emlőst jelent, biológusként figyelve, akiknek enni kell, hely kell, mozgástér kell, élettér kell. Ez egy óriási szám, és Emellett még az is érdekes, hogy nincs megállás. Itt a homokóra szemei mutatják, a behulló zöld szemek, a születünk, a kihulló pirosa mennyien hunynak el ebből a 8 milliárdból, és mindig jóval többen születünk, mint amennyi távozik bolygónkról. És hát itt enni is kell. Ez, a, ez az adat megdöbbentő, ez engem is megdöbbentett. Ha megnézzük kilogramra a bolygónk összes emlős állatát egy nagy mérlegen, akkor úgy tűnik, hogy 4 százaléka az összes tömegnek már csak a vadon élő állatoknak a tömege. Az összes többi a mi jószágaink, amiket megeszünk, ez nagyjából 50 milliárd szárnyast jelent, ilyen másfél milliárd szarvasmarha, nem is tudom, talán 10 milliárd sert, és ezeket nem biztos, hogy pontosan idézem, de sok-sok milliárd, és hát ott vagyunk mi is nyilvánvalóan. Egész pici helyekre szorultak be ezek a szerencsétlen vadállatok, és erre majd ki is térünk a végén, hogy mi lehet a megoldás, ugyanis éppen ez fogja majd a megoldást elhozni, hogy talán őket már békén kellene hagyni. És hát mik és hogyan okozhatnak járványt, ebben most tényleg nem megyek részleteibe bele, egy csomó minden. Azért hoztam el ezt a szörnyű listát ide, ami szörnyen bonyolult, és senkit nem akarok elaltatni, hogy jelezzem, hogy a tudomány ezeket árgus szemmel figyeli és értékeli folyamatosan. És a tudomány azt is értékeli, hogy azt az 5 forintot, amit el tudunk költeni arra, hogy megelőzzük a következőt, azt hova is kéne csatornázni, melyik az, ami a legkorábban, leghamarabb okozhat járványt várhatóan ebbe az óriási nőtt bolygón, ebbe a közegben, amit eddig itt ismertettem. Egy egész Szép lista van. ez most jött ki egyébként júniusban. És hát hál' Istennek a saját szakmámról megint egy picit jobban beszélhetek. Mik ezek a vírusok? Ezek döntő többségekben a természetből eredő, állati eredetű vírusok, mi úgy hívjuk, hogy zónózis. Az összes ismert emberi fertőző ágensnek a 75%-a az állati eredetű. Ez nem is meglepő, mi is a természet részei vagyunk, csak sokszor elfelejtjük. A többi 15%-ban volt ilyen példa, mint a fekete himlős egyéb fertőző betegségek. De ez egy nagyon érdekes szám, és már is megmutatja, azt már is csengeti a fejünkbe, hogy hát akkor valahogy inkább így a természet felé kell fordulni, mert onnan jöhet nagyobb esélye a következő pofon. És hát a járványok születéséről csak annyit, hogy az átlagember is biztos, hogy önök közül is nagyon sokan úgy képzelik el a járvány születését, hogy én nem tudom, kimegy egy denevérkutató, megsimogat egy állatot, és elkap valamit, és akkor szépen elindul a világjárvány. Nem biztos, hogy ennyire egyszerű, sőt, jelen tudományos ismereteink szerint rendkívül bonyolult folyamat az, hogy valami átugorjon állatokról emberre, és mondhatom, biztosan állíthatom, hogy ez körülbelül a fele, vagy a 10 a annak, amit tudunk, hogy mi kell ehhez. Egy sor faktor egy szerencsétlen helyzet, egy szerencsétlen magatartás mondjuk vadállatok piacra vitele fogyasztás. Ez egy aktuális példa, csak azért mondom. Genetikai faktorok, a vírusnak a képesség, hogy átugorjon a receptorkötések, egy csomó olyan tudományos dolog, aminek együtt is kell állni. Ez a sajtmodell a kedvencem, mert ez mutatja meg, hogy mennyi mindent át kell ütnie, hogy ez meg tudjon történni. Ez a fajta dolog. Egy-egy kórokozó, ami a természetben oszcillál, és ott van már 20 millió éve, vagy 200 ezer éve, az bizony egy ilyen átugrási esemény során egy új táptalajt találva magának a szarvasmarháinkra, vagy az emberi populációra, vagy bárhol egyéb helyre át tudjon ugrani, és egy járvány tudjon csinálni, nekünk pedig fejtörést attól függően, hogy milyen szintre jut el. A legtöbb járvány megáll helyi szinten, néhány járvány átüt egy-egy régiós szintet, egy nyugat-afrikai ebola járvány, vagy most a majomhimlő közép- és kelet-afrikában aztán pedig néhány meg tudja ugrani azt a nagy uh, ugródeszkát, hogy globális pandémiává uh, fejlődik, mert jól terjed légúton, mert tünetmentesen is a stb. Idézem a Covid-os tapasztalatainkat, amiről már mindenki nagyon-nagyon sokat hallott, és hogy Azért miért nem olyan egyszerű, és miért nem tudok én is nagyon okos lenni, és azt mondani, hogy jövő héten akkor melyik járványra készüljünk? Hát azért, mert ez az egész bolygó, amin élünk, rendkívül módon változik és mozgolódik. Uh, Dél-Afrikáról van egy ilyen térkép, ez egy interaktív térkép, és talán jó, hogy Dél-Amerikáról Dél van, bocsánat, mert Dél-Amerika egy biodiverzitási hotspot, és Dél-Amerika jelen pillanatban a legsúlyosabban pusztított, még majdnem, hogy utolsó természetes közege a bolygónak. És ez a térkép azt mutatja meg, hogy az emlősök, a madarak és a két merre menekülnek, a zavart, mert kivágjuk, zavart, mert éppen megint bozott tűz van, és már megint nagyobb, mint a tavalyi, vagy nőnek a városok, vagy stb. Ezer másik példa van, vagy egyszerűen a globális klímának a változása hajtja őket, próbálnak refugiumokba menekülni, csak érdekesség a sárga vonal, hogy éppen a Amazonasnak a forrásvidéke, ahol még próbálnak behúzódni. Ez a fajta változás a fertőző betegségek szintjén értelmezve egy teljesen megjósolhatatlan helyzetet hoz, és nagyon nehéz azt megmondani, hogy az egyébként fertőző betegségek nagy részét, annak maradványainak nagy részét őrző állatok egyébként hol fognak felbukkanni, és hol várható ez a következő lehetséges átugrás. Az élő bolygó jelentés érdemes olvasni való arra vonatkozóan, hogy például a 70-es évek óta mi történt, 68%-kal zsugorodtak a gerinces fajok, és ez csak a gerinces fajok populációi. Ez egy iszonyatos szám, tényleg zsugorodik ez az egész um, élőhely lehetőség, ami nekik van. És hát elhoztam néhány példát arra vonatkozóan, hogy hogyan is néz ki egy fertőző betegség térhódítása, egy, egy nagyobb ugrás, és próbáltam olyat hozni, amivel mostanában itt találkozunk, és egy picit megmagyarázni. Um, az egyik, ugye a, a majomhimlő, amit most már Empoxnak hívnak, de én maradok a majomhimlőnél, mert ez a köztudottabb uh, neve. A majomhimlő sok évtizede ismert fertőző betegség klasszikus példája azoknak a vírusoknak, amik ott vannak ki tudja hány millió éve a természetben. Uh, még klasszikus virológiai kutatásokkal, szentinel állatok, ezeken ilyen őrszám állatok kihelyezésével a dzsungába fogták be, ismerték föl, hogy létezik ilyen. Aztán észrevették, hogy Afrika bizonyos területein az embereken is megjelenik, ezt egyébként érdekes módon akkor kezdték el hangsúlyosabban észrevenni, amikor a fekete himlő eradikációja után, 1980 után a vakcináció leállt. Emlékszünk még a fekete himlőnél, hogy mi volt a kulcsa megoldáshoz? Az, hogy az ő rokona, a tehénhimlő, adott védelmet ellene. Aztán a fekete himlőre történő vakcináció ezáltal egy hatalmas buborékot nyitott, és egy olyan lehetőséget egy másik himlővírusnak, hogy bizony most már immunológiailag fogékony populáció áll rendelkezésre, hiszen már senkit nem oldanak fekete himlőre, és körülbelül a 2000-es évek elején a szakemberek már figyelmeztettek is rá, hogy Afrikában valami mozgolódik, és nagyon valószínű, hogy ahogy a 80-es évek végén még utolsó oltott populáció így kopik ki, azzal arányosan nő a jelenléte a majomhimlőnek az ottani országokban, az ottani e, emberek körében. És lámlán mit látunk? Évről évre egyre több eset van, és lámlán mit látunk idén már nem csak Közép-Afrikára, meg Nyugat-Afrika egy-egy régiójára, hanem több országra viszonylag nagy terjedést mutatva jellemző a majomhimlő jelenléte. Abszolút számíthattunk erre, és az a sok-sok tényező, ami meghatároz egy-egy fertőző betegség felbukkanását, akkor most már érthető, hogy Viszonylag nagy mértékben rajtunk is múlik, és nem csak úgy, hogy mit veszünk meg a piacon, meg mennyi erdőt engedünk kivágni, hanem hogy hogy készülünk azokra, amiket már ismerünk. Egy másik aktuális példa az a madárinfluenzának a példája. A madárinfluenza csak azért érdekes, mert euh, el szoktam mondani, hogy ez a pandémia szó szóval most már mindenkinek a fejében van, mit jelent. Ez valamiféle globális járvány. A pandémia nem csak az emberek körébe tud lezajlani, hanem az állatvilágban is. Mi ezt pánzótikus eseménynek hívjuk, nevezzük úgy, hogy állati pandémia. Most már 2020-ban kezdett mozgolódni, és 2020 óta masszívan tart ez a bizonyos állati pandémia. Azzal a madárinfluenza törzsel, ami most fejtörést okoz, még csak fejtörést, és látható ennek a madárinfluenza törzsnek így a térnyerése, kezdetben Kína, aztán így a Eurázsiai térség, Afrika bizonyos régiói, Észak-Amerika, aztán most már az Antarktisz is be van színezve. Azt hiszem, tavaly volt, hogy az első ilyen Antarktisz szélén szigetcsoporton az ottani élőlényeknél már észrevették, hogy, hogy megvan és ki is mutatták. Tehát tulajdonképpen mindenhol eljutott. Madárinfluenza nem néz ki, hogy valószínűleg a vándormadaraknak nagy szerepük lesz abban, hogy ezt terjesztik. Természetes módon ők a legnagyobb őrizői, az influenzavírusok, mi úgy hívjuk egy génbankjának, tehát sokféle influenza őriznek sok millió éve. Olykor-olykor ebből a génbankból, ezek közül az influenzavírusok közül kialakul, kifejlődik egy olyan, ami őket jobban pusztítja. Ezeket hívjuk úgy, hogy magas patogenitású madárinfluenza vírus. Ezekre szokott figyelni a világ, mert ez az, ami bejut egy kacsatelepre, és pillanatok alatt elintézi az ottani állományt, vagy egy libatelepre, stb. hazánkba is hallhattuk. Sőt, hallhattuk, hogy tavaly óriási darupusztulás is volt, ugye a vándormadarakat is pusztítja sajnos. És hát nem nehéz innentől elképzelni, hogy a tömegével pusztulnak globálisan a vándormadarak, a parti madarak, egyebek, akkor bizony az arra tévedő rókák, fókák, Vidrák, és minden egyéb is föl fogja enni ezeket a tetemeket. Miért ne tenni, hiszen ez egy terített asztal? És a madárinfluenzákról azt is tudjuk állatkerti példából, ott derült ki, amikor egy tigris tetettek madarakkal, és később derült ki, hogy miért lett influenzás a tigris, mert a madarak is madárinfluenzások voltak. Azóta tudjuk, hogy ez lehetséges. Lehetséges az, hogy egy állat elfogyasztja a fertőzött madarat és megfertőződik. És ezt látjuk a világban, több mint 200 emlős faj kapta már el ezt a bizonyos influenza vírust, tehát lehetőséget biztosított akkor még a természet ennek a vírusnak, hogy feszegesse határait az emlősök felé. És akkor a legmegdöbbentőbb történet, ilyenkor szoktam berakni egy dobozos tejet, és megkérdezni, hogy ki tudja, miről lesz szó. Mindenki nézett, talán sokan néztek, de talán mindenki amerikai filmeket. Nagyon szerettem én is őket, amikor jön a CDC, az Amerikai Járványügyi Központ, ami egyébként egy kiváló szervezet, és megold mindent. És ez egy ilyen általános, ilyen köztudatban lévő dolog. És akkor megtörtént az tavaly, hogy a madárinfluenzának a nagyüzemben tartott szarvasmarhákra történő átjutását a szupermarket polcai lévő dobozos tejből sikerült kimutatni. Először nem a szarvasmarhákból, nem a telepen dolgozó emberekből, semmi másból, mint hogy a készítmény, amit mi megisszunk, egyébként nem fertőző állapotban van már benne a vírus, hiszen a pasztörizáció elintézi, de a genetikai a kimutatható, és hát azért ez egy sokkoló eredmény, hogy a világ legfejlettebb járványügyi hatóságában rendelkező országában is ez meg tud történni. Úgyhogy 2020 óta tart egy, egy állati világjárvány, mégis ekkor vesszük észre. Ez egy jó figyelmeztetés a jelenkori világunkra, hogy Azért van még mind dolgoznunk és ügyködnünk, hogy az a fajta jelzőrendszer, ami minket meg tud védeni egy-egy járványtól, az betonbiztosabban működjön. És hát ne nézzük Amerikát, ne nézzük Afrikát, bár az egész előadásom erről szólt, hogy azért nagyon kevés dolog marad ott, ahol van. Mégis, ha meg szokták talán kérdezni, hogy oké, okay, akkor Európára mi vár ránk, mi vár itt Európába? Mire készüljek a himlőre, vagy Marburgra, vagy, vagy Ebolára, vagy micsodára? Akkor szoktam azt mondani, hogy hát rájuk készüljünk. Ők már itt is vannak, nem tudom Veszprém, hogy áll, de nagy összegben fogla, fogadnék rá, hogy ez a csíkos kis kis gonosz szúnyog, a második, a tigris szúnyog, ő már itt javában zavarja a népeket, és a őszi, ilyen indiányári grillezéseket még ott el tudja rontani, aztán már áprilisban is csíp, aztán tényleg meglátogatjuk a pálmaházat, és ott is ránk repül és megcsíp, és most már tényleg mindenhol ott van. Az egyetlen előnye, hogy legalább nem nem zümmög annyira, mint ez a bizonyos dalos szúnyog, amit senki nem tud aludni, amikor mostanában betelel a szobába, az legalább honos, minden esetre az inváziós rovarok térnyerése, és itt most nem csak a szúnyogokról beszélek, ide tudjuk képzelni különféle kullancsfajokat, törpeszúnyogokat, lepkeszúnyogokat, szúnyogokat, amit csak el tudunk képzelni, és mindegyik különféle kihívásokat tár elénk. Egy nagyon aktuális és nagyon látványos kihívás a dengi vírusnak az európai megjelenése. A dengi vírus európai megjelenését a tigris szúnyog hozta el, a vírus egy abszolút trópusi vírus. Ha valaki vagy valakinek a barátai jártak, én nem is tudom, Indonéziába, meg, meg euh, Dél-Ázsiába, euh, könnyen elkapadták a dengivírust, Ez egy klasszikus trópusi vírus, és lám lám, most már azt látjuk, hogy hát idén kilőtt. Tehát az a térkép, amit ott látunk, az az LCDC Currence térképe azt mutatja, hogy most már sajnos így kell róla beszélnünk, hogy Európában hol vannak a dengi által endémiásnak tekinthető területek. Ugyanis a történet úgy néz ki, hogy jön egy ilyen egyébként ázsiai eredetű inváziós faj. Inváziós, tehát megvan az a képesség, hogy új helyeken nagyon, jól, nagyon hamar nagyon jól tudja magát érezni, azonban vannak egy számunkra hátrányos tulajdonsága, hogy rendkívül jól terjeszt vírusokat. Nem csak a dengi vírus, egy csomó félét, vagy egy ilyen szupervírus terjesztő. Azt hiszem világszerte több mint 1350 vagy 3000 uh, szúnyogfaj van, ez most mindegy is, 1000 fölött van a számuk. Ez az egyetlen majd, hogy nem a legveszélyesebb, van egy picit veszélyesebb nála, de toplistás. És hát ő megvetette stabilan a lábát Magyarországon is. Pécs már elesett, tavaly estünk el egyébként, Budapest már évek óta elesett, Veszprém akkor ezek szerint megint csak elesett. Um, és ez még nem is lenne baj, mert ezen a ponton még azt mondjuk, hogy van egy szúnyog, ami nappal is csíp, zavar, meg csíkos. Abban a pillanatban van probléma, amikor a klímánk olyan irányba változik, hogy az átlaghőmérséklet emelkedik, az aszályos időszakok, amit ő nem érez meg, mert a ház apró tegyészedényekbe, a klíma kifolyójának a gyűjtőedényébe, a galambitatóba vagy az akármi egyéb apró pici vízgyülembe tud szaporodni, és abszolút városi, akkor ő előnyhöz fog jutni. És azzal arányosan, hogy a klímánk melegedik, átlagban, nagy léptékben beszélek róla, az ő által a terjesztett vírusoknak is nagyobb teret ad. Ugyanis ezeknek a vírusoknak, amiket szúnyogok terjesztenek, van egy külső, mondjuk úgy, hogy fejlődési ciklusa, amihez kell a szúnyog, meg kell az, hogy hány fok van kint. Minél jobb szúnyog van ott, és minél melegebb van kin, annál több lesz a vírussal töltött szúnyog, és annál nagyobb lesz az esély, hogy több európai területen lehet ilyen vírussal töltött szúnyog, és látjuk a térképet, évről évre egyre több területet érint. Eleinte Franciaország bizonyos területei voltak érintettek. Most már Spanyolország, Olaszország az totálisan, tehát 199 eset volt, amit helyben kaptak el Olaszországba csak idén, ebben az északi, majdhogy nem teljesen északi területeken, úgyhogy ez így történik. És hát Európában most már azt tudjuk mondani, hogy ez a dengi szezon legalábbis ezeken a területeken, júliustól novemberig van. És csak azért megdöbbentő, mert ha öt évvel ezelőtt engem kérdeznek, hogy lesz-e dengi szezon Európában, akkor valószínűleg azt mondtam volna, hogy persze egy 20-30 év múlva valószínűleg, hiszen a modellek azt mutatták, meg úgy változik a klíma, és lám-lám bekopogott, és itt is van, és azt látjuk, hogy lehet, hogy a modelleknek nem 2050-ről kellett volna szólni, hanem 2024-ről, és lehet, hogy egy picit gyorsabban történnek a dolgok, mint gondoltuk. Egy másik példa klasszikus, és a végén a mondani valomhoz nagyon erősen csatlakozik az erdőírtások. Az erdőírtás egy olyan klasszikus fogalom, ami megint csak az emberi történelem hajnala óta elkísér minket. Az erdőírtás, az, az, ember egy, egy nagyon kiváló biológus kollégával voltam nemrég Bangladesben. Tavaly. És Banglades egy iszonyatosan túlhasznált ország. Ha valaki még emlékszik, hogy Magyarországon talán a 70-es években voltak utána működő ilyen téglavető üzemek, ott ameddig a szemellát téglövető üzemek vannak, szénnel fűtött, erdőből már semmi abszolút túlasználat van, és azt ültünk az autóban, és így néztük, hogy Hát ez nagyon szomorú, ez, ez rendkívül megdöbbent. És akkor mondta, hogy hát igen, hát az ember, ez egy rendkívül jól hasznosító faj, tehát mint emlős faj, egy, egy rendkívül kreatív és minden erőforrást is jól hasznosít. És hát az egyik klasszikus erőforrásunk azok a fák. Azért, mert felhasználjuk, azért, mert kell a terület, azért, mert én nem is tudom, mezőgazdasági területet csinálunk, vagy akár élőhelyet. A fákat, erdőket kivágjuk. Ez óriási problémákat okoz. Hozhattam volna egy másik példát, hogy Dél-Amerikában hogy került elő egy 40 éve nem látott láz és most már több esete is van. Hogy került elő a magyar médiában, csak a Lajhár vírusként emlegetett, nem ez a neve, én is megmosolyogtam, Oropuce vírus, és most hogy terjed emberek között. Tehát kiszedjük onnan az erdőből azokat, amik még szerencsétlen módon próbálnak beszorulni az utolsó természetes élőhelyre. Szépen a koncentrációjuk is nő, az sokasságuk, a diverzitásuk oda beszorul, mi meg oda megyünk, és azt mondjuk, hogy akkor itt vagyunk, ezt most még kivágjuk, meg megesszük, és csodálkozunk, hogy újabb és újabb vírusok találnak ránk. És hát a favágás egy klasszikus példa, Nagyjából 2013 óta tudod, hogy a egyre nagyobb és kiterjedtebb ebola vírus járványok közép-nyugat-afrikában azok abszolút egyenes arányban vannak a túlnépesedéssel és az élőhelyek felélésével, még az utolsó érintetlen esőerdőknek a bolygatásával, a kivágásával, ezt lehetett tudni. Bolygatás, a mostani Marburg esetek, nem tudom hányan izgultak, hogy a médiában lehozták, hogy itt két marburgos német ment haza. Én ilyenkor mindig mosolygok, mert a két marburgos német az komoly dolog szakmailag, de rendkívüli módon elhárítja figyelmet arról, hogy egyébként Afrikában kellene megoldanunk ezt a problémát, és nagyon meg tudom mosolyogni, amikor Európa izgul, hogy két marburgos német hazajön, úristen, csináljunk valamit, de nagyon nehezen jut eszébe Európának az, hogy talán ott helyben meg kellene oldani ezt a dolgot, és edukációval az élőhelyek megoldása, 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 stb. elébe menni ezeknek. És hát most már a Marburgról kiderült, hogy gyanú volt, nem azok voltak, és egyébként egy az index eset, amit minden járvány esetében az első fertőzött, tehát így hívjuk, úgy tűnik, hogy egy helyi lakos bement egy barlangba, ahol az ott élő denevérek, akik már tudottan a természetes gazdájának a vírusnak élnek, és valószínűleg el is kapta ott ebben a, ezen a látogatás során, azt nem tisztázott, hogy milyen körülmények között, és szépen átadta. És hát nem csak az ember játszik szerepet, én a, egy régebbi előadásomban mondtam, amikor kérdezték, hogy, hogy mi okozza ezeket a járvány dolgokat, és és hát mit lehetne csinálni? Hát a járvány dolgokat sok minden okozza egyszerre. Úgy lehet elképzelni, hogy van egy nagy hajó, amit úgy hívunk, mondjuk képzeljünk egy nagy anyahajót, nem tudom, kilátott látott már ilyet, és sok-sok kísérő hajója van mindig, ezek a repülőgép szállítók. Ez a nagy fő hajó, ez lesz a globális változások. És ott ül rajta minden. Amit mi csinálunk a, a globális gazdaság növekedésére, az erdőkivágások például, ott van a klímaváltozás, stb., és egy ilyen kis kísérőhajó csak a járványok. Mert az, hogy egyre több és egyre nagyobb járvány, az mind abból fakad, hogy egyre nagyobbak vagyunk, és egyre facilitálunk globális léptékű változásokat. És hát itt egy nagyon jó példa, ami megint csak hazai példa, és nekem is új volt egyébként, mert van egyfajta anomália, idén megint lehetett hallani a nyugatnélusi láz. Minden évben fölkapja a média. Ez egyébként egy, egy most már honos betegség Magyarországon is. Azonban az, amit csinál, az megint csak változékony. És nagyon érdekes módon éppen azok az évek, a súlyosabban nyugatnilusi lázasak, ezt szúnyogok terjesztik, amik szárazak és melegek. Holott az ember azt gondolná, hogy akkor van több nyugatnilusi lázas eset, amikor több a szúnyog. És éppen, hogy nem ez kell lehez, hanem az kell, hogy szárasság legyen, meleg legyen. Ugye a melegről beszéltem, az jó a vírusoknak a, a szúnyogokban, hogy több vírus legyen egy-egy szúnyogban, ez a külső környezet határozza, meg erről az előbb beszéltem. A szárasság pedig az egyébként vándormadarak által hozott vírust, kisebb pocsolyákba sűríti, mert a vándormadarak kisebb helyeken, szűkebb vizes élőhelyeken gyűlnek össze, ott kevesebb szúnyog van bár, de sűrűbben találkozik a madarakkal, amik hozzák a vírust, és hát a külső hőmérsékletnek hála, a vírus töltöttsége is nagyobb lesz a szúnyogoknak, és bizony, bizony azt látjuk, hogy amikor szárazabb, melegebb, a, asszályosabb az év, akkor van több nyugatnyilósi lázas beteg. Nyilván ehhez több faktor is kell, de alapvetően ez egy nagyon érdekes anomália, és nagyon sok ilyen anomáliával lehet találkozni fertőző betegségek esetében. És akkor még nincs is vége a dolognak, mert és ez kifejezetten az én kedvenc szakterületem, ebből az egész nagy maszlagból, amit itt mondtam és csinálunk, az X betegség, ami annak a gyűjtő fogalma, hogy egyébként meg egy csomó minden van a természetben, amit még nem ismerünk. Ez az X betegség, ez ennek a sok-sok-sok mindennek a gyűjtő fogalma, és egyébként a COVID-19 is ebből az X betegség fogalomból ugrott ki, és ismerhettük meg, mint SARS-CoV-2 egyébként a vírus neve, mint SARS-CoV-2. És hát egy egész sor vírus családot tartunk számon, ezekre mind-mind készül a tudomány, próbálunk olyan szereket fejleszteni, amik egész vírus családokra hathatnak, ha esetleg egy új tagja jön a himlővírusoknak, vagy a nyugatnírusi láznak egy unokatestvére, akkor legyen rá valami, ami esetleg hatásos lehet, és meg tudjuk oldani. És most nézzük meg, hogy mit hozhat a következő 50 év. Azért nem véletlenül mondtam évszámokat hogy 1839 óta tudunk átmenni az atlanti óceán gőzhajóval, akkor még 1939 óta tudunk átrepülni. Ezek viszonylag rövid időtávok, egészen emberileg felfoghatók. Itt már nem arról beszélünk, hogy Aténba járvány volt, hanem arról, hogy, hogy, nem egészen 100 évvel ezelőtt milyen volt a világ. Akkor nézzük meg, hogy 50 évvel később milyen lehet. A vírusok, és megint csak maradok a saját szakmámnál, nagyon sokan vannak. Hogy el tudjuk képzelni mennyien, még én is nehezen képzelem el, egy nagyon jó hasonlatot lehet hozni, azzal azért mindenki tisztában, hogy az univerzumban élünk, az hatalmas. Felfoghatatlanul hatalmas. Minden becslés szerint több darab vírus van a bolygónkon, mint hány csillag az egész univerzumban. És univerzumot mondtam, nem csak a galaxisunkat, hanem az egész univerzumot. Elképesztően sokan vannak, ennek csak egy apró pici töredéke az, ami minket meg tud fertőzni. Tehát itt azért lehetnek fontos és hasznos dolgok is. És csak hogy egy aktuális hasznos dolgot mondjak, a bakteriofág terápia. Ami most ugye remény sugarat küld a felé, hogy talán az antibiotikum rezisztens baktériumoknak a leküzdésére, egyébként az antibiotikumok felfedezésével egy idős bakteriofág terápia talán majd megoldást hozhat. És számos ilyen példát tudnék hozni. Ott van a mesterséges intelligencia, ami mint mindenkinél, biztos vagyok benne, hogy főleg a fiataloknak a zsebében ott van a ChatGPT, vagy a mit tudom én, melyik AI vezérelt, akármi, ugyanígy a szakmát is teljesen megváltoztatta, elképesztő mértékben gyorsította, átláthatóbbá tette, elemezhetőbbé tette. És ez az előző példa, és bocsánat, hogy ugrálok, de egy nagyon jó példa arra, hogy mennyire hasznos az AI. Sötét anyag nem csak az univerzumban van. Erről biztos hallottak. Ez a nagy teret kitöltő valami, amit most kutatnak nagyon-nagyon sok pénzért. Sötét anyagnak hívjuk azt is, hogy genomikai adatok, amiket nem tudunk értelmezni. Amikor én egy modern eljárással genomikai adatokat nyerek ki egy itten ilyen kenetből az asztalról, és megnézem, hogy hányféle baci van itt, vagy megnézem egy denevér vagy hányféle vírus van, a legtöbb ilyen adat, amit generál az én gépem, az nem értelmezhető. Mert nem hasonlít semmi amit addig ismertünk. Ezt hívjuk sötét anyagnak. És a mesterséges intelligenciának hála, és ez nem az első ilyen tanulmány, itt ebben a tanulmányban éppen 160 ezer új vírust fedeztek fel, mert a mesterséges intelligencia általános vírus mintákat keresett ebben, és azt mondta, hogy tessék gazdám, itt van 160 ezer új vírus, kezdj vele, amit akarsz, rendkívül érdekes, és új távlatokat nyit a virológiában is, és az emberiség számára is új reménysugarakat. És hát az AI. Az AI nem csak a felfedezésben, hanem a, a gyógyszereknek az alakításában, annak a predikciójában, hogy most már a következő nyári hullámba mit tud majd megírni a média, milyen kitalált Covid nevet, a nem tudom, Psi, meg Q, meg nem tudom, miket találtok már ki. Tessék itt az AI. Nagy, nagyon jó esélyes, és egyre jobb sikerességgel azt is meg tudja prediktálni, hogy merre a csiszolgatja magát a vírus. Ez a szakmánál maradva rendkívül fontosabb a tekintetben, hogy a gyors a gyógyszereink, a vakcináink merre fel legyenek csavarva. Picit remény arra felé, hogy esetleg meg is előzhetjük ezt a vírust egy-egy eljárással. Ez egy rendkívül jó dolog. És talán a legfontosabb, hogy a járványok megelőzésének a legjobb módja, és a COVID egy, egy nagy segítség volt abban, hogy ez a politikai döntéshozók felé is eljusson. A természetes élőhelyeink, még a megmaradt élőhelyek megőrzése és nem bolygatása. Ugye beszéltem arról, hogy ezek mennyire beszűkültek. Az, hogy ezt miként, hogyan és mikor tudjuk megőrizni, az nyilvánvalóan egy óriási kérdés ebben a pillanatban, de az a puszta tény, hogy ha Kínában kitör egy járvány, vagy Közép-Afrikában, az nem csak az ő dolguk, az valószínűleg előirányozza azt, hogy itt valamiféle globális megjegyzés kell majd arra vonatkozóan, hogy lehet, hogy a brazil esőerdő kivágása nem csak Brazíliának a GDP-e számára fontos, hanem az egész világ számára is fontos, hogy megőrizzük a biztonságunkat, az életminőségünket. És hát jó lenne ezt a pandémiás választ eltolni a pandémiás megelőzés felé, és tényleg minden jel arra mutat, hogy azt a 75 százaléknyi zónózist így tudjuk a legjobban megelőzni. És a természetesen vannak régi új kihívások, amikkel most is szembe kell nézni, és nagyon fontos egyébként, hogy vannak, hiszen az emberi természet részei az, hogy elképzeljük, hogy ez az új tudományos eljárástól majd tehenek nőnek ki a karunkból, meg lehet mosolyogni, de rendkívül fontos, hogy ez megjelenik, és el kell fogadnunk, hogy az emberi természetnek ez is része, azt ugyan nem tudom, hogy a modern világban hogy tudjuk érvényesíteni azt a fajta diszkusziót, ami ezt fel tudja oldani, hiszen teljesen új kihívást hozott a tömegtájkoztatás, a közösségi média, stb. Ezt nyilvánvalóan a tudománynak most majd meg kell tanulnia. Úgyhogy összefoglalásnak azért vannak vízhangok a múltból, a klímakutatókkal ugyanezt történt, mint most a járványkutatókkal, hogy évtizedekig beszéltek róla, aztán most itt van. Az biztos, hogy interdisziplinaritás masszívan kell ahhoz, hogy ezt megoldjuk. Beszéltem itt ezekről a kaszkádokról, anomáliákról, egyebekről, mindent is meg kell értenünk. És hát az is biztos, hogy a kórokozók új biológiai inváziója zajlik, hiszen nagyon nagyra nőtt a, a világunk, érdemes lenne megóvni ezeket a természetes élőhelyeket. Így ilyen levezetésként saját példát hoztam a járványok koráról képekben, ez egy picit a hatásvadás cím, ezért elnézést. Honnan hoztam ezt Bangladesből? Azért járunk Bangladesbe, mert egy rendkívül túlhasznált, rendkívül túlnépesedett járványügyi gócpont. Ott aztán mindent meg lehet találni. Nemrég voltam hát nem emlékszem kiknek a konferenciáján, talán állatorvosok vagy orvosok voltak, mindegy is. A lényeg, hogy mondtam, mikrobiológ társaság ez volt, ö, és mondtam, hogy hát Banglades azért volt nagyon érdekes, mert ott aztán tényleg minden lehet találkozni, antraxal is, akár bőrantraxal, amivel a 70-es évek óta már senki nem találkozott itthon, simán a mindennapok része, bármi egyebet is tudnék mondani, már csak azt sajnáltam, hogy egy vagy két vagy háromféle vírusra vittünk teszteket magunkkal, vihetünk volna százfélére is. Szóval a Banglades nagyon érdekes virológiai szemmel, és hát nagyon mutatja, hogy azt a fajta kettősséget, amit a világunk képvisel, hogy a világ egyik leghalálosabb vírusát teljes mértékben felöltözve a legjobb elérhető védőruhában gyűjtjük, és a mindennapokban azért ők élik az életüket. Ez azért mutatja, hogy lehet, hogy kevés lesz az, hogy mi hogy gyűjtjük ezt a vírus, lehet, hogy majd tényleg globálisan máshogy kell erre készülni a helyi gyerekek jöttek és követtek, és mutatták, hogy hol kell a denevérpisit fölgyűjteni. Nagyon aranyosak voltak, de volt egy furcsa kettőség bennünk. Kollégámmal beszéltük, hogy semmiképp se veszük le a védőruhát, legalább mine. Ők meg ott élnek a denevérek alatt, tehát ezen nehéz lesz változtatni. Nyilvánvalóan a denevérek élőhelyét felélték, itt az épülő épület, ez 23-ban mentünk vissza, 22-ben még itt egy pici picik kis fás liget volt, ahol még ott meg tudtak ülni a denevérek, annak a felét kivágtak, egy házat építettek, a másik felébe beszorult az az 1500 denevér még ott, és hát ott gyűjtöttük a mintákat. Egy másik probléma a túlnépesedés. Ez egy érdekes dolog, ezt a diákjaimnak is mindig elmondom, hogy ez a városok növekedés, ez jól hangzik, hogy, hogy egyre több ember él a városokba. A rossz hír az, hogy nem olyan fajta városnövekedést kell elképzelni, mint itt, hogy épül még két új lakópark, hanem leginkább azt a középső képet. Ott nem tudom, mennyire látszik egy saját fotó, ez egy nyomornegyed Csitagong városnak a szélén a kikötő mentén, és itt a helyi gyerekek a folyóból kihalázott műanyag szeméttel játszanak, és ilyen műanyag állarcokat találtak maguknak. A bódék között minden is elfolyik, a fertőző betegségek abszolút melegágya, nyilvánvalóan nincs a közelben orvosi rendelő, nincs tiszta ivóvíz, és minden olyan alapnorma, ami nekünk normális és, és kell, és hát innentől kezdve nem nehéz elképzelni, hogy miért kell készülni ezekre a járványokra, és mire is kell igazán figyelmet fordítani. Nem biztos, hogy a két lehetséges behúrcolt marburgos eset a legfontosabb Európában. Lehet, hogy ezek a nyomor nagyedek fontosabbak. Néhány ilyen kis életképpel köszönök el, és köszönöm mindenkinek a figyelmet. Azért a végére elmondanám, hogy, és ezt kutatóként mondom, az a fejlődés, amit látunk, mondjuk úgy, hogy fejlődik egy szituáció, a járványoknak a kihívása, és sok minden egyéb, itt klímakutató vagy energiaszakértő is, azért azt találkozik egy emberi kreativitással, a tudomány rendkívüli fejlődésével, és olyan új eszközökkel, amit még egy kutató is nehezen tud követni. Én nagyon bízom a jövőben, és nagyon bízom a tudománynak az erejében, ami a sok ezer elmúlt évben is át tudott minket vinni a nehéz időkön. Nem mondom, hogy nem lesznek pofonok, de talán az emberiségnek, ha visszanézzük a történelmet, mindig is kellettek pofonok, hogy észhez térjen, és a jó irányba menjen. Úgyhogy én nagyon optimista tudok lenni, úgy, hogy látom a tudomány elért eredményeit és lehetőségeit. Azt gondolom, hogy bőven van mind dolgozni, bőven van mind változtatni, de tudok optimista lenni még ezek mellett, a számok és a grafikonok mellett is. Nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet. Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt az előadás. Én kettőt szeretnék kérdezni, egy általánosabbat, meg egy speciálisat. Az általános az, hogy mennyire kell, hogy veszélybe érezzük magunkat. Most értem ezt annak fényében, hogy ugye a oltások területén óriási fejlődés történt, egy kicsit, mintha az lenne a sugallat, hogy ezek az rns vakcinák, ezek aztán most már ettől kezdve mindent megoldanak mindenféle vírus esetében. Tehát ez a kérdés, hogy ez, ez, ez mennyire igaz, ez mennyire rutinszerű, hogyha jön a kiszabadul a dél-amerikai őserdőből ez vagy az a vírus, akkor oké, okay, nincs baj, itt van a recept, lesz oltóanyag. Ez az egyik kérdés. A másik egy engem is érintő speciális. Itt elhangzott a dengüláz. Én is átestem ezen, és én, mint laikus, annyit tudok róla, hogy először átesik az ember, akkor általában még szerencséje van, de ha még egyszer elkapja, akkor már nagyon, általában sokkal durvább tud lenni, hogy ezt tudod te, hogy ez mitől van, vagy mi ennek a mechanizmusa, és ezt azért is kérdezem, mert de Lázra most már Magyarországon is van oltás nagyjából három hónapja, hm. és ö, egy kicsit nekem ez olyan, mintha ellentmondás lenne, hiszen egyszer átestem az egy picit olyan, mintha oltást kaptam volna, hogy akkor mégis hogy tud működni az oltás. Tehát, itt hogy ebbe egy kicsit tisztába tudnánk tenni. Úgy, úgy, úgy próbálok válaszolni, hogy, hogy egy ilyen tanulság is legyen benne egyrészt, minden vírus nagyon más sokszor talán az én számból is elhangzott, hogy ebbe a koronavírusból is van, vagy húsz évnyi kutatás, hogy tényleg megértsük. Olyan sok olyan vírus van, ami általánosan ismert, és még mindig nem értjük mechanizmusait, funkcióit. A dengi egy jó példa rá, ennek egyébként négy, mi úgy mondjuk, hogy szerotípusa van, mondjuk úgy, hogy négyféle. Képzeljünk el négy testvért, akik máshogy néznek ki. Az egyik testvér leboxol valakit, a másik, ha látta, hogy már az egyik leboxolt valakit, akkor nagyon összeveri. Így néz ki ennek, ismert a mechanizmusa. Itt az elsőre keletkezett antitestek, a másodikra rákötve, de nem inaktiválva azt, súlyosbítják a fertőzést. Ez egy érdekes dolog. És csak azért mondtam ezt így el, mert látszik, hogy mennyire különfélék, mennyire sokfélék tudnak lenni a vírusok, és mennyire kellenek a kutatók, akik tudnak ezzel foglalkozni. Ilyenkor mindig elmondom a beszédet, hogy jöhetnek a fiatalok, mert nagyon kevesen vagyunk. De a dengely egy tök jó példa volt erre, hogy, hogy mennyire különlegesek és mennyire furcsák tudnak lenni, és egyébként ezért váratott magára ennyit az a vakcina. Azt nem is tudtam, hogy itthon lehet már ö, hozzájutni, de tudom, hogy Amerikában például engedélyezve van, bizonyos országokban engedélyezve van, mert nagyon nehéz volt úgy vakcinát csinálni, hogy maga a vakcina ne csinálja ezt a káros reakciót, ö, és most már van olyan, ami ezt nem csinálja, de nagyon érdekes, hogy hát sok évtized kellett ehhez is. És akkor rá tudunk kanyarodni a vakcinákra, hogy akkor a vakcinák, akkor az emberes megold, minden nem old meg. Mert az, hogy megoldjon, az ismernem kell a vírust. És erről én is beszéltem már korábbi előadásokban, hogy a koronavírusra a SARS-CoV-1 miatt, ami 2003-ban volt, a világ már készült. Majdnem húsz évet. Tehát a koronavírusokról lehetett tudni, hogy hogyha jön egy koronavírus, akkor annak a tüskefehérjével érdemes kezdeni, hogy immunválaszt váltsunk ki. Az is feltárásra került tudósok által, hogy ezt hogy tudjuk úgy stabilizálni, hogy vakcinába alkalmas legyen. Onnantól meg már csak egy lépés volt. Az mRNA-s vakcina egy kiváló új technológia, ami tényleg új sugárutakat nyit de annak a használatához, mint minden technológiánál kellenek ismeretek. És akkor most a vírus oldaláról beszélek, hogy azért ismernünk kell. Ha elképzelünk egy szerencsétlen forgatókönyvet, hogy egy teljesen új vírus ami ez még csak hasonló sincs, valószínűleg a genomszekvenálás modern eszközeivel meg tudjuk a genomját állapítani, de abból meg nem lesz vakcina. Nem lesz olyan hamar, biztos, hogy nem lesz olyan hamar vakcina, mint a koronavírusnál most. Tehát nagyon jó ez az új technológia, de kell hozzá sok minden egyéb. De azért azok is rendkívüli módon fejlődnek. Most említettem ezt a genom ennél körülbelül háromszor nagyobb az a szekvenáló gép, már hogy így térfogatra, amit mi például használunk, és ki tudjuk vinni Bangladesbe, és bárhol bármit megtenni. Csillagászati ütemben fejlődnek ezek a dolgok. Én bízok ebbe, hogy ezek tudnak majd megoldásokat hozni. De most ebben a pillanatban az mrna vakcina technológia kiváló, de egy új vírus, egy ismeretlen vírus, nem tudjuk, mi kell a vakcinába, melyik komponense az immunogén, ami jó immunválaszt ki, ott egy picit meg lehetünk lőve. Tucat, esetleg néhány száz különféle fehérjét kódol a genomja. Azért ez nem olyan óriási szám, tehát hogy pláne ha csak néhány tucat, mert azért a genomból azt lehet azonosítani, ez egy fehérje, ez egy fehérje, ez egy fehérje, ha megcsináljuk mind a 80-at, akkor végül is kiderülhet viszonylag könnyen, hogy melyik a haték. Óriási munka fehérék által kiváló immunvál, az ugye itt antitestek keletkeznek. Mondjuk úgy, hogy bekerül egy ilyen nagy gubó, azt letapogatja a szervezetünk, és mindenféle molekulát rátervez, ami azt köti. Az, hogy melyik hova köt, és azt leköti-e úgy, hogy aztán az inaktiválódik, és esetenként nem súlyosbudik a fertőzés utána, esetenként nem keresztreagál egy rokonvírussal, ennek a kutatása érthető módon rendkívül összetett és időigényes. Mert hogy ezt az egész ismeretanyagot végig kell vinni ahhoz, hogy mondjuk vakcinába jusson, a flaskás kísérleteken át, az állatkísérleteken át, a, az elsődleges klinikai fázis, stb. Tehát azért ez, ez, egy rendkívül összetett folyamat, akkor annak a stabilizációja, kivált a immunválaszt, milyen, hogy rakom össze azt a vakcinát. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, és pláne egy új vírusnál, és jó is, hogy mondta, hogy sok gén. Én, én az egyszerű virológus vagyok, mert én az RNS vírusokkal foglalkozok, ők általában picik, kevés génjük van. De ha nézzünk egy olyat, ami megint csak közismert, az afrikai sertéspest, és a tudomásom szerint több mint 140 gén van, elképesztően sok, nem is hiába váratott magára annak a megismerése, meg éppen ezeknek a felteres, hogy vajon hogyan lehetne neki menni a vakcinának. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, és jó, hogy a dengi szóba került, mert abszolút vírusfüggő. Teljes ezer százalékig vírusfüggő. Mindegyik, ezek ezer arcúak. És hát beszéltünk, hogy mennyien vannak, mennyi féle van arról, nem is beszéltem, végtelen sok, nagyon sok féle. Mindegyik máshogy működik, más trükköket használ, hogy fertőzzön, más trükköket használ, hogy kicselezzen minket, máshogy farikcsálja magát, amikor már terjedt köztünk, ugye a koronavírusra utalok most, egészen új arcukat is tudják mutatni, még régi vírusok is. Nehéz, úgy kell a sok kutató. Amit, amit szeretnék kérdezni, hogy milyen érzés volt, tehát én inkább egy kicsit így az emberi oldaláról érdeklődöm, hogy milyen érzés volt és nem tudom, hogy voltál korábban hasonló érzés, hogy ennyire a tűzvonalból megélni, meg végigélni egy ilyen járványt, és, és úgy, úgy dolgozni benne, vagy, 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 foglalkozni vele, hogy akár te is magadon észlelted az összes létező ilyen hozadékát a vírusnak. A, hát itt annyit mondani kell, hogy a, szak, tehát a, a mi szakmánk is egy kicsit Jakab kell utalnom, mert nekik köszönhető, hogy mi fel voltunk készítve ugye nem titok, hogy neki mániája volt, hogy kell itt egy, egy, ilyen labor, ami nekünk van. Nagyon helyesen. Nagyon sok dolgon kellett neki átmenni, hogy ez, ez így érvényes, mint Nagyon sokat támadtak, hogy mindenki ide, meg nincs is, nincs is ilyen vírusok, meg nem kis hogy de, 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 de kell. És nem csak azért mondtam, mert kiváló filmeket nézett, amiket nagyon szerettünk mindannyian, hanem pontosan tudta, és az egész szakma tudta, hogy érdemes, inkább érdemes készülni, mint akkor kapkodni. Ez sikerült meg nem is a covid nekünk Pécsen legalábbis a labor tekintetében sikerült, az, hogy aztán ilyen volt régen ez a vödörbe jeges víz és nyakorlatjuk magunkat, kicsit olyan volt nekünk is, mert azért egy picit hamarabb is több jött, mint számítottunk rá, de a szakma az készült rá, és most érdekes, hogy ez szóba került, hogy 20, jan 20 márciusban jöttem volna, elképesztő visszatekinteni, hogy négy év alatt a tudományunk mennyi ismerettel gazdagodott a járványok tekintetében. Ha én definiálnám magam, én nem azt mondanám, hogy virológus, inkább azt mondanám, hogy járványkutató vagyok. Abból meg a vírusokat kutatom. És most csak ezt a szükszeletet nézve is megdöbbenek azon, hogy négy év alatt mennyi új eszközünk van. És ez megint egy picit optimizmust sugalhat önök felé, hogy azért van mivel küzdenünk, és hiába jön le a telexen, hogy Úristen, két marburgos jött, és mindjárt megi járvány van, és mind meghalunk. Most nem akarom a telekszet bántani, mert mondhatom a más újságot is és egyébként jól is szokták megírni általában, hanem arra, hogy, hogy vannak azért eszközénk, amik rohamosan fejlődnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki optimizmusra kell, hogy okot adjon ez. Amúgy meg nincs választásunk, tehát, hogy vagy küzdünk, vagy nem. Egy kicsit még ehhez kapcsolódóan, bocsánat is, hogy, hogy hadd meg, hogy ha, amikor egy-egy ilyen sztori megjelenik, megkeresnek titeket? Tehát van, van ö, egy, egy ilyen álhír, vagy, vagy hír előtt egy, egy olyan szakmai felvetés, hogy hello, igaz-e, tényleg így van-e? Igen. Igen is, meg nem is. Csak, csak egy, egy példát mondok, hogy mennyire nehéz a mai világban a hírek, az álhíreket mondom, az álhírekkel küzdeni. A Facebookot mindenki ismeri. A Facebookon megjelenik egy butaság, mert nem tudom, nem léteznek a vírusok, vagy mit tudom, én nőtt egy harmadik lábam a vakcina után, ezt elkezdik az emberek megvitatni nagyon sok emberhez eljut. Ahhoz, hogy a Facebook ezt lesz szürkítse, és azt írja, hogy ez egy butaság, ahhoz egy szakértőnek nyilatkoznia kell. Az egész Covid alatt ebben éltünk, és 15 órás műszakokat csináltunk akkor, mert segítettünk mindenben is, hogy akkor ezt most gyorsan meg kéne cáfolni, mert már 50 ezeren megosztották. És mondtam, hogy képtelen vagyok ezt most megtenni, mert most dolgozom. Ez mutatja a bénaságát a világunknak, hogy vannak dolgok, amikkel most még én magam sem tudom kutatóként, hogy hogy lehetne, és az egyik ilyen az álhíreknek a terjedése. És és mindenki úgy képzeli, hogy az álhíretekben hívők azok gonosz emberek, meg buta emberek, ez nem igaz. Egyszerűen az emberi természet ilyen, hogy szükségünk van magyarázatra. Ha nincs más magyarázat, akkor nyilvánvalóan egy könnyen hozzáférhető sokak által tetszetős magyarázatot követünk. Ez teljesen normális. Én is ezt tenném, ha nem tanultam volna virológiát. Akkor innentől kezdve mi az én felelősségem? Az, hogy megpróbálok ezzel valahogy küzdeni. Abban azonban biztos vagyok, hogy ezt valahol az általános iskolába kéne kezdeni. Most még nem látok gyors megoldást ebben egy picit pessimista vagyok, de bízom benne, hogy lesz rá megoldás, talán majd a mesterséges intelligenciához egy megoldást, erre nem tudom. Megkérdezem, hogy a bangladesi lakosoknak miből van az immunrendszerük? Hát ez egy jó kérdés. Tehát Ezer történetem van, nem tudom. Ö, nyilvánvalóan most viccet félretéve a, a várható élettartam meg sem közelíti a milyenket. Az életszínvonal, az orvosi ellátás, az egészségi, általános egészségügyi állapot meg sem közelíti a milyenket. A lehetősége egy most ott megszülető gyermeknek meg sem közelíti a Az is egy élet, csak nem ennek kéne az életnek lennie nyilván. És a szörnyű igazság az, hogy a világ nagy részén ilyen az élet. Ha nem pont ennyire rossz, de meg se közelíti azt, ahol mi vagyunk. És ezért is szeretem egyébként azt a szakmát, amit csinálhatok, és kiváló kollégákkal utazhatunk sok helyre, mert láthatjuk ezt, és el tudjuk helyezni magunkat is. És ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy egyébként merre kellene haladni. Említetted az utazást, én azt hadd hát kérdezzem meg, hogy amikor ti mentek egy, -egy ilyen szakmai útra, és visszatek a felszerelést még kvázi üresen, és mondjuk begyűjtitek a mintákat, mi a protokoll, hogy ti azokat gépre vigyétek, tehát ennek mennyire... És hogy, hogy ez egy ilyen világszabályozott dolog, vagy, vagy itt is azért vannak különbségek Európa és a többi kontinens? Szabályozott is, meg nem is. Szabályozott abban a tekintetben, hogy vannak nemzetközi egyezmények, amik javasolják vagy előírják azt, hogy mindennek a helyén kell maradni. Úgyhogy mi olyan protokollokkal dolgozunk, ami mindenki ismeri már a PCR-t, néhány szerencsétlennek, mint nekem, föltúrtak az agyáig sokszor pálcával, tehát mi PCR vizsgálatot és genomszekvenálási képességet viszünk, tudományos, miért jó? ez? Azért, mert ott helyben, Bangladesben a denevérekből kimutatott és meghatározott vírusnak az adata és a mintája az ott maradt Bangladesben. Ettől még mi tudunk belőle tudományos publikációt csinálni, hiszen előállítottuk az adatot, és ez egy óriási előnyünk. Emiatt mi most sok helyre utazunk, legközelebb például Indiába fogunk menni, az ottani hatóságok még komolyabban veszik. De mi van akkor, ha kell hozzá egy szuper labor, ami az adott országban nincs? például Banglades. Kell ez a bizonyos négyes laborom nekünk Pécsen van. Akkor fogom azt a kettő darab mintát a 2000 és egy bizonyos céggel, aki erre szakosodott, van több ilyen cég a világban, megkérem nagyon drágán, hogy a nemzetközi eljárásoknak megfelelően szállíts el, mint fertőző anyag, elképesztő árai vannak egy ilyennek. Egy példát mondok, Bostonba küldtünk kettő darab csövet, két milliternyi vírusanyaggal, 15 millió forint volt annak a kijutatása ez nem is baj, tehát ezt komolyan kell venni, és mindenféle hatóság engedélyek, stb. Megvan erre a mechanizmus, az a lényeg. Tehát ez nem olyan, hogy valaki zsebre vágja, és nem tudom, utazgat vele. Um, egész jó, és egyre komolyabb szabályok vannak. Egy picit hátrányos, hogy a biológiai biztonság és a biovédelem, ezek már külön fogalmak, ezek nincsenek olyan szinten globálisan szabályozva, mint például az atombiztonság. Holott logikus lenne, hogy ha van egy, egy egy potenciálisan negatív hatású dolog, mert fertőző anyag, stb., akkor ezt ne öntsem már ki egy busz megállóba a mert, mert miért tennék ilyet, még ha a helyiek ott is élnek a denevér alatt, amiből van ez a minta. Egyéb tényezők is vannak, de a lényeg, hogy ennek a szabályozása azért alakul, de még nagyon nem tartott, mint például az atombiztonság. Egy praktikus technológiai kérdés, hogy érdemes oltóanyaggyárat építeni akkor, amikor nem tudjuk, hogy milyen vírus következik? Az, ugye az, az oltóanyag technológia, vagy a, a vakcina technológia, inkább nevezzük Igen. így, az egy definitív technológia. Most beszéltünk itt inaktiváltról, MRNS-ről, lajlettségről, fehérjéről, akármiről, vektorvakcinákról. Ha van egy műhely, egy gyár, ami rááll egy technológiára, vagy mind az ötre, akkor az egy előny, az egy stratégiai előny, mert ha jön egy vírus, aminek esetenként kiderítjük, vagy már tudjuk, hogy melyik részét kell vakcinába tenni, onnantól csak rajtunk múlik, hogy melyiket fogjuk gyártani. Úgyhogy a válaszom erre a kérdésre az, hogy igen, az, hogy ez mennyire hasznos, mennyire nem hasznos, mikor hasznos, az nyilván egy, ha piaci szemmel nézem, egy óriási kockázati tőke. Miért fizesek valamire, ami majd lehet, hogy kell? Ezek klasszikus biztonsági kérdések. Miért csatoljam be a biztonságot a kocsiba, hogyha nem is biztos, hogy kell? A járványkutatásban rendszeresen találkoztunk, és most a Covid után most, hogy elment megint, hogy döntéshozói szinten akkor érvényesül, hogy baj van, amikor tényleg ott a baj. És nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy lehet, hogy jön, mert nekem kutatóként azt kell mondani, hogy lehet, hogy jön, még ha egyre nagyobb statisztikai esély is van. Rá nem mondhatom, hogy biztos, hogy jön, csak az, hogy lehet, hogy jön. Ez már nehezen értelmezhető az adóforintok szintjén, és most nem csak a magyarról beszélek, hanem a globális tudományfinanszírozásra. És most a Covid után látjuk, hogy most megint egy picit kevesebbet költenek járvány megelőzésre, járvány kutatásra. Ez egy érdekes kérdés, és a vakcinagyár megint csak egy ilyen ezért jó kérdés, mert ez egy klasszikusan olyan eldöntendő kérdés volt az államok részéről, hogy vajon fektessek-e bele, vagy ne. Én azt tartanám a jó döntésnek, hogy igen, látva azt, hogy a Covid alatt mi történt még Európán belül is, hogy így bezártak a határok, és még a pipetta hegyeket, meg a csöveket se engedték át a határon, amit a laborokban használunk és hát úgy kellett föltúrnunk a, a, intézetben a laborokat, hogy még mit tudunk használni. Tehát ilyen formán az önfenntartás egy vészhelyzetben talán óriási előny. A kérdés, hogy mikor lesz vészhelyzet, ez alapján meg megéri és mi éri meg, az már döntéshozó ide. Érdekes kérdés egyébként. Ez konkrétan a Debreceni félbehagyott építkezésre. Igen, Debrecenénél ugye mi, mi, abban nem voltunk benne, tehát ott nem tudom, hogy az éppen hogy áll. Alapvetően a, a képesség, ha van ilyen, most kicsit hasonló, mint a mi laborunk. Ugye erről az előbb beszéltem, hogy, hogy kellett, meg nem kellett, aztán amikor kellett, akkor nagyon jó volt, hogy volt. Most akárhogy is áll, nem tudom, hogy áll a Debreceni, de ha elkészül, akkor biztos, hogy nagyon jó lesz, hogy van. Az, hogy kell -e majd valaha, azt nem tudom. Lehet, hogy soha nem fog kelleni. Lehet, hogy nem jön több járvány Magyarországra. Lehet, hogy megállnak a határba. Nem tudom. Ezt nehéz megjósolni. Nyilván erre egyre kevesebb esély van látva az előadásomat, de Nehéz. Tehát nehéz a jövőbe látni, és nem lennék egyébként egy döntéshozó helyében, ahol el kell adni ezt az adófizetőknek is, hogy... És egyébként ez a világunk katasztrófa, hogy ezért nem oldjuk meg Afrikába, mert melyik kiszavazna arra a pártra, aki Afrikába akar küldeni adóforintokat, útépítésre, meg kórházépítésre. Tehát ezek a nehéz dolgok. Globálisan értelmezni nehéz a világunkat, inkább csak elszenvedjük, meg élvezzük. De a volt olyan gyárba visszatérve, jó döntés is lehet, meg nem is. Nehéz megítélni. Én inkább a jó mellé szavaznék. Köszönöm szépen. Csak készüljön el. Az elején mondtad, hogy a tehén himlővel immunizálódva lehetett védekezni a fekete himlő ellen. A elképzelhető egy olyan mondjuk ilyen járványletörési stratégia, ahol a vírusokat egymásnak keresztik? Vagy tehát, hogy úgy értem, hogy, hogy megtalálni bizonyos víruscsaládokra olyan vírusokat, amik már védettséget biztosítanak, de nem csinálnak akkora rést, a, hogy egy még újabb vírus, tehát ezt lehet valahogy optimalizálni szerinted? Abszolút, de, de megint csak vírusfüggő. Tehát a himlővírusoknál ez ismert ez a keresztreakció. Azért nem minden víruscsoportnál van ez. Például a dengi átesettség nem véd már a nyugat ellen, ami nem annyira közel ide, rokona. Meg nem, lé, nem, véd a japán enkefalitis ellen, ami egy picit közelebbi. Ez egy nehéz kérdés. Vírusfüggő. De ez az immunizációs kérdés, ez ennek ezer módja lehet. Most itt az előadásomban nem szerepel, de nem Jenner volt, aki először megfigyelte, hogy, hogy átesve a Himlőnek valamilyen formáján védettek lehetünk. Az ősi Kínából vannak leírások, hogy megfigyelték azt, hogy a himlő járványok után, akik túlélték, már nem haltak bele a következőbe. Úgyhogy Kínából maradtak fenn olyan leletek, amik mutatják, hogy a himlős betegeknek a kiütését megkapargatták és orba szívták, szándékosan fertőzték magukat. Ez érdekes dolog, és mai szemmel nézve őrültség, hiszen tudjuk már, hogy mi ez a fekete, akkor nem tudták, csak megfigyelték, de milyen érdekes, hogy már az akkori emberek is egy ilyen megfigyelést tettek, hogy a túlélő már védett, akkor gyorsan én előbb túlélem, mint hogy jöjjön a járvány, és az valami más lesz, mint maga a járvány. Nyilván mai szemmel nézve ez őrültség, de érdekes visszatekinteni, hogy már ez a fajta megfigyelés ott meg tudott születni. Szóba került többször a, a ti laboratok és egy kicsit a támogatás is, tehát, hogy mit gondolsz, hogy tehát, hogy ahogy mondtad, hogy most egy kicsit lejjebb ment a figyelem és a ti támogatottságot, mennyire tudjátok ti ezt, vagy a magyar állam, nem tudom, tehát mennyire veszi komolyan, hogy az ilyen létesítményeket fenn kell tartani, és, és biztosítani kell az utánpótlást is, és a az infrastruktúrát, hogy, hogy mennyire ö, kell nektek még a saját munkátokon felül, akár pályázati ö, kutatással is foglalkozni, vagy pénzkereséssel, Na, hogy így mondjam. Egy, egy fő tevékenységünk a pályázás, de ez normális. Tehát egy kutatónak ez, ez egy lételeme, és a pályázás egyébként jó, mert ez egy megmérettetés. Ö, folyamatosan pályázunk emiatt. Ugye mi egy akadémiai kutatóhely vagyunk már, hogy egyetemi. Ö, és az az eljárás, ez, ez, kívülről nézve stresszes, meg rossz, hogy a kemenes otthon ül, meg a kollégája, és szombat este nem tudom mit írogat egy anyaghoz, amiből lehet, hogy lesz majd fizetésük a következő két évben, ez rosszul hangzik, de a tudomány mindig is ilyen volt. Az, hogy a politika mit, hogy támogat, ennek vannak ilyen globális hullámai. És most az látszik, hogy amikor globálisan tüzet kellett oltani, akkor volt tűzoltási támogatás, ugye ez a járványok akut kutatása. Most inkább elfordult arra, ami, ami jobban hasznosítható piacilag. Ez abszolút globálisan érvényesül. Új gyógyszerek, új diagnosztikai eljárások, stb. fejlesztése, ami még mindig jó járványok ellen, csak mondjuk nem az a jótékonykodós oldala, hogy mondok egy nagyon egyszerű és buta példát, de nem tudom, bangladesbe építsünk kórházat, vagy utat, vagy járványmegelőzési oktatás. Egyébként ilyen is van, de kevesebb. Tehát ennek mindig vannak ilyen hullámai kutatóként. Az embernek az a feladata, hogy tisztában legyen a feladatával, készültségben legyen, és ebben azt hiszem, hogy Pécsen mi kiválóak tudunk lenni, és ezen dolgozunk is, és attól függő, hogy hogy fújnak a globális tudománytámogatási szelek, elevickélünk, mint egy szép vitorláshajóval, de mindig tudjuk, hogy a feladatunk az, hogyha jön egy járvány, akkor arra készen álljunk. És erre most is nagyon figyelünk. Akár a majomhívlő kapcsán, akár más kapcsán tudjunk rá reagálni. Ez a szakmának egy szépsége. Én nem átkozdám el a pályázást, még ha szörnyű dolog is időt szánni rá, mert a tudománya megmérettetésekről szól, a publikációkról, az előadásokról, azoknak a kommunikáció őrjáról. Egy pályázás ennek egy, ha nem is a legszebb, de akkor is egy platformja. Sikerül is vagy nem, mégiscsak egy jó tanulság tud lenni. Ezzel próbálom motiválni a kollégáimat is, de biztosan tudom, hogy tud ennek jó oldala is lenni. A globális tudományfinanszírozás meg nyilvánvalóan követi az aktuális trendeket politikus szemmel nézve meg az a trend, ami választók által támogatható legyen. Ez már a világon ilyen, ezt el kell fogadni. Emellett szakemberként arra kell figyelni, hogy szakmánkban jók legyünk és kiválóak. Lehet pontosan tudni, hogy a Covid, tehát a legutóbbi Covid járványnak a vírusa hogyan, honnan ered? Mert ebben kapcsolatban is többféle hír és valószínűleg álhír is Igen. terjed. Még olyan is, hogy szándékosan a kínaiak kiengedték a laborból. Ez egy nagyon érdekes az elmúlt talán egy évben jöttem erre rá, hogy mi volt itt a, a legfőbb félreértés, tehát kutatóként nekem teljesen normális azt mondani, hogy itt van két hipotézis a járvány elején. Az egyik az, hogy a laboratóriumban kutyvasztottak valamit, a másik meg az, hogy jött az erdőből az állatokról, amiket a piacon árultak. Akkor mit csinál a kutató? Leül és elkezd nyomozni mindkét irányba. Mindenféle helyeken, az erdőtől kezdve a vírus genomjában, és elkezd gyűjteni az evidenciákat, a tudományosan elfogadható bizonyítékokat. Az nem bizonyíték, hogy ez egy hipotézis, ez egy hipotézis. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy itt van a laboros hipotézis, ami valid, nem tudom kizárni, mert miért zárhatnám ki, viszont nulla darab evidencia gyűlt rá. Itt van a természetes eredet, ami pedig így gyűlik, jó magunk is tudtunk hozzátenni. Csak azért érdekes a természetes eredet, egyébként Youtube-on megtaláltam, hogy már meg 2016-ban a Science meetup erről beszéltem. És be is tudtam lőni, hogy a következő világjárvány valószínűleg denevér koronavírus. Nem azért, mert én vagyok a legnagyobb jós, hanem azért, mert a tudománynak definitív válaszai és ö, iránymutatásai voltak arra, hogy mire van a legnagyobb esély. És lám megtörtént. Még ha nem is értjük, hogy a piacon pontosan mi tudott történni, ezernyi jel van arra, hogy a SARS-CoV-1 után, meg a mers után, most itt van a SARS-CoV-2, és ezernyi indikáció van arra, hogy a SARS-CoV-3 is csőre töltve vár arra, hogy már megint átugorjon valakire, és elindítson egy újabb koronavírus járványt. Ezek érdekes dolgok, és hol ment félre ez az egész? Ott ment félre, hogy én nem is tudom, milyen jelentések, minden ott volt, hogy igen, ez egy valid hipotézis, meg ez is. És ezen a pillanaton, ahol kimondják, hogy ez egy valid hipotézis, az átlagember számára akkor ez labor mert vizsgálják. Hát persze, hogy vizsgálják, hiszen tudományos szemmel nézve miért nem vizsgáltam, akkor nem vizsgálhatnám, ha lenne egy ellenbizonyítékom, hogy miért lehetetlen, vagy miért biztosan nem volt. De ez egy érdekes dolog, hogy a tudományos gondolkodás mennyire hiányzik az átlag társadalomból. És a legtöbb tévhit ebből születik meg, és ezért utaltam az oktatásnak az általános iskolára, hogy ennek a megoldását valahol ott kéne keresni, hogy felvértezzük a társadalomnak a szereplőit, a gyermekeinket, a oktatásból bevont embereket erre a képességre. Nem kell virológussá válniuk, hogy a tudományos gondolkodásnak a legalapjait magukévá tegyék. Azokat az alapokat, amik elvezették az ősi kínaiakat arra a megfigyelésre, hogy átestett a nem tudom ki a Xin Li a felkete himlőn, és akkor kaparjuk meg, és akkor hát, ha majd én is így leszek. Ezek a fajta megfigyelések. És itt volt a félreértés, hogy valit hipotézis, valid hipotézis. Igen, de ez az nem azt jelenti, hogy az úgy volt. Ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon nehezen magyarázható, és ezt tapasztaltam, hogy nehezen magyarázható úgy az átlagember számára. El kell nekik magyarázni, mi az a hipotézis, mi az az evidencia, hogy működik az evidencia a tudományba, és akkor felteszem a én a kérdést, hogy ez a magyarázat, ami tarthat fél órán keresztül, egy órán keresztül, és követel egyfajta megértési képességet, vajon hogy tud versenyezni a három háromsoros Facebook poszttal, ami az érzelmeinkre a haragunkra impúzívan hat, és játszik rá. Vajon én hogy tudok versenyezni egy ilyen szereplővel, mint kutató, úgyhogy nem lépek ki a kutatói mi voltomból, és nem adom fel a kutatói elveket, hogy evidenciák alapján beszélek. Egyelőre azt mondom, hogy sehogy. Nem véletlenül sose álltam levitázni olyan szereplőkkel, akik előadásokkal például, de ezekre is azok jönnek be, akik, akik nyitnak e felé. És azt is észrevettem, hogy aki már nyitott, másik oldal felé, mert, és nem azért, mert buta, hanem például, mert nincs ideje, vagy nincs kedve eljönni ide, és ez teljesen normális és érthető is, ők nagyon könnyen el tudnak menni egy másik vágányon. És arra a másik vágányra már nagyon nehéz visszatalálni magyarázatokkal, pláne ilyen előadásokkal. Önök számára érdekes ez az előadás, mert el is jöttek meghallgatni de nagyon nehéz ezzel széles közönséget megnyerni. Sokkal könnyebb egy, egy hangzatos szalag címmel, meg egy nagy bemondással, meg nem is tudom, ha ugráltam volna itt a harang alatt, itt mielőtt tartjuk, akkor benne lennék most a tévébe, és akkor mindenki megnézni, hogy egyébként én miért is jöttem ide az akadémiára, talán megnéznék még néhányan. Itt volt ilyen harangemelés, itt mielőtt jöttem, csak azért. Sőt, lehet, hogy néhányan rá is googlizálnak, hogy itt van akadémia. Igen, itt van egy őrült, a kemelés Igen. megőrült, és harang alatt ugrált, aztán előadott, és Kész. Tehát ez, ez lehet, hogy jobban működött volna, mint pusztán csak ez. Még megpróbálhatjuk, növeljük a, növeljük a nézettségünket. Ha már említetted az előadásokat, azt hadd kérdezem meg, hogy hogy látod, meg mik a, mik a te tapasztalataid, és ez lehet, hogy már nem a te területet, hanem inkább egy kicsit társadalmat. Tanultunk mi ebből az egészből? a covid hogy, hogy, látod? Tehát, hogy például nyitottabbak-e az iskolák, keresnek-e téged, hogy akarják-e azt, hogy, mert próbálok valami pozitívumot így a végére, hogy, hogy, hogy a pedagógusok látják azt, hogy, hogy, ahogy te is említetted, hogy általános iskolába kell kezdeni, és nem kell feltétlenül nagy dolgok, hanem mossunk kezet, és a figyeljünk, meg mire figyeljünk, hogy, hogy tanultunk mi ebből az egészből, mit gondolsz? Igenis, meg nem is. És nem akarom a saját szintemen értelmezni ott szeretném értelmezni, hogy vajon a társadalom tanult-e. Ne is azt mondjuk, hogy tanult-e, hanem kapott-e valamiféle impulzust, ami újszerű. Kapott. Akkor most gondolkodjuk azon, hogy vajon ezt az impulzust, ami hasonló egy okori járványhoz, vagy egy fogalm sincs milyen középkori folyamathoz, akkor vajon hogy használja az emberiség? Tanulva az elmúlt sok ezer évből, reményeim szerint úgy is rá leszünk kényszerítve, hogy jól, még ha vannak is baljós jelek. És még ha ezerszer meg is történt velem a Covid alatt, hogy diplomás orvosokkal kellett vitáznom azon, amit nekik már kéne tudni az egyetem óta, hogy hogy működik egy klinikai vizsgálat, meg azon, hogy nem nő hat lábunk a MRNS vakcinától. Ö, nyilván ennek is helye van bár nem szívderítő, amikor egy diplomás emberrel kell ezzel vitatkozni, de van helye, és meg kell ezt tenni. Ö, ez talán az oldala, de én bízok benne, hogy nem is tanulság szintjén értelmezve, hanem impulzus szintjén értelmezve, ilyen olyan módon, de tudjuk majd hasznosítani. Innentől a tudományos felelősség, hogy beszéljünk róla, és mikor, és hol, és ha kell, akkor olykor-olykor vitába is szállunk, megtartva a kereteinket, nyilván megfelelő szereplőkkel, és politikai döntéshozói felelősség, hogy olyan felülök a mostanában népszerű populizmus hajójára, és szerzek -e még szavazót az őrültséggel, vagy fölfogom az irányítói felelősséget, és nem teszem ezt meg, és megpróbálom világot egyenesben tartani, azért itt is vannak nagy törésvonalak mostanában. Kíváncsi szemlélem kutatóként, hogy mi lesz itt most például az amerikai választásnál, egyéb választásoknál. Érdekes dolgok történnek. Meglátjuk, hogy hova vezet.